Blokk 17. A legjobb engedélymentes simulation marker. 43-as kaliberű. Fontos róla tudni, hogy tökéletes más az eredetinek, hiszen blowback, ami azt jelenti, hogy hátrahúzó szánya van, fémből készült, és műanyag markolatú, a markolatpaneleket lehet cserélni. Ezt használják a rendvédelmi szervek is száraz gyakorlásra. CO2-es patronnal működik, és Bazsi elmondja a lövedékeket, hogy milyenek valók bele. Mivel 43-as kaliber, így létezik hozzá sima gumilövedék, vasporos lövedék, PLD nevezetű Umarex műanyag lövedék, és a kréta lövedék. Ezeket te melyiket ajánlanád hozzá? Legjobban a kréta lövedéket ajánljuk, hiszen száraz gyakorlásra használják, ugye, ahogy az imént elmondtam. Erről azt kell tudni, hogy nagyon pontos, és ugye van látszata, hogy kilövik. A műanyag meg igazából ez egy fújt műanyag, tehát azt jelenti, hogy üreges a belseje. Találatkor, ha kemény felületre csapódik be, akkor porszerűen széttörik. Pepperball. Mivel ez egy elég kicsi kaliberű, igazából nem nagyon ajánljuk hozzá, mert ha megnézitek a 68-as kaliber és a 43-as kaliber közti különbséget, akkor a 68-asban sokkal nagyobb a töltet, mint a 43-asban. Így igazából ez annyira nem jó. Tényleg ez száraz gyakorlásra, illetve a fegyver használat elsajátítására ez egy tökéletes eszköz. Tuningolása meg igazából, mert ugye Magyarországon nem nagyon engedélyezett ezeknek a tuningolása, de láttunk olyan kalóz videókat, ahol fel lehet tuningolni állítólag, és igazából ennyi. És mit tudjuk ajánlani? Ott a vége volt? Na? Most mondom, vegyük fel, mert most nincs feszkod. Na mi